Eminenza del Verissimo, a me tocca l'impegno onorevole di rivolgermi a Vostra Eminenza e con ossequio filiale chiedere il desiderio dei qui presenti e dei fedeli della Diocesi di Oradea. Faccio questo perché, continuando la fatica dei miei predecessori nella sede episcopale, come ordinario della Diocesi di Oradea ho chiesto dal Papa Benedetto XVI che abbia la gentilezza di iscrivere nell'elenco dei beati il nostro Vescovo Martire, servo di Dio Bogdan Fisilan. Adesso prego Sua Eminenza di trasmettere il messaggio del Santo Padre. Eminenzia spigolosur, neque miutos omectis tevi fenodot, hogy Eminencia atthoz forduljak és fiúi tisztelettel, kifejezem a nagyvárad és az itt jelenlévő hívő népnek óhajat. Teszem ezt azért, mert folytatva elődöm fáradozásait, a nagyváradi egyházmegye ordináriusaként 16. Benedek pápától azt kértem, hogy szíveskedjen a boldogok sorába bejegyezni Isten szolgája Bogdán Fisilán védtanú püspökünket. Most kérem Eminenciádat, hogy tolmácsolja nekünk a Szent Atya üzenetét. Decretul de beatificare a fost citit de către prefectul congregației responsabile de cauza fericiților și sfinților și reprezentant al Papei Benedict al XVI-lea, cardinalul Angelo Amato. Nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorumque Christi fidelium excellentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Silar Bogdanti, episcopus et martyr, qui ministerium pastorale, cum dedizione et liberalitate exempli, atque brevi tempore, ad fidem testificanda, vitam suam pro Christo immolavi, beati nobile imposter ma bellette, e iuspe festum die tertia mensis octobris, in logis et modis iure statutis, quod annis celebrari possit in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die undecimo mensis octobris, anno Domino bis millesimo decimo, pontificatus nostri sexto, Benedictus Papa decimus sexto. Apostoli lelkületi. Elfogadva testvérünk, a Szigor Böcskei László nagyváradi püspök és számos hívő kérését, miután megkaptuk a Szent Javatás ügye kongregációjának véleményezését, apostoli tekintélyünkkel megengedjük, hogy Isten szolgálja Bogdán Szilárd méltó püspököt, aki önzetlen áldozatkészséggel végezte lelkipásztori szolgálatát, és rövid időn belül hitének megvallásával életét áldozta Krisztusért, mostantól fogva a boldogok boldognak tiszteljük, és hogy ünnepét megtarthassák a jobban előírt helyeken és módon minden év október 3-án, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Kelt Rómában, Szent Péternél, október 30-án az Úr 2010. esztendejében, pápaságunk 6. évében, 16. Benedek pápa.
După citirea decretului s-a desfelit un portret al fericitului Constantin și s-a intonat un imn de mulțumire lui Dumnezeu, iar apoi episcopul gazdă, László Böcskei, i-a mulțumit papei pentru acordul de beatificare prin intermediul trimisului său. Egyházat hozzá a hűségéről.
alázatosan kérünk, közbenjárására adj erőt nekünk is, hogy földi életünk küzdelmei után választottaid seregében örökké örvendezhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiadával, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké.